Sziasztok, én Bergman vagyok. Én pedig Ráti. Ez pedig itt a Kóstoló, halványgőzős, és most per pillanat egy hagyadik része, és megmondom őszintén, hogy nem is igen tudok koncentrálni, ugyanis a mai alanyunk, ez a sörstrumping, vagy mi a bánat, meg nem mondom nektek, így mutatom. Hát azt kell tudni, hogy ez a világ legbűnösebb halkonzerve. Nem is tudom, hogy tudom, hogy mutatni nektek, talán majd így a GoPro-val, hogy teljesen föl van már poposodva a konzerv, de ez gyárilag ilyen, tehát tulajdonképpen így billeg. Akkor szokott így fölposodni egy konzerv, hogyha már ugye tele van gázzal és romlott. Na most ebben van gáz rendesen, ettől függetlenül talán így majd látszik, ez 2018-ig, jó, 2018 februárig, hát én nem akartam megtartani, illetve hát de szeretném jó sokáig megtartani, de meg kéne kóstolni. Szóval erről azt kell tudni, hogy rettenetesen büdös, rettenetesen gusztustalan. Én ami videót láttam róla ezzel kapcsolatban, ott tényleg 99%-ában hánytak. Tehát a gyengébb idegzetőek, vagy gyengébb gyomruak lehet, hogy most inkább ne is nézzenek. Egyébként beöltöztem hozzá, ugye vagy én meg akkor is, hogyha büdös vagyok, és ezt ehhez a konzervhez adták. Úgyhogy már csak ezért is meg kéne, hogy akkor kóstoljuk. Árpi azt mondta, hogy... Igen, tehát pontosan, mint az idekerült, akkor én eddig tartottam, én csak beköszöntem, mert ugye kóstoló nincs nagyon nélkülem. Igen, ő most arrébb ül egy picikét. Kis család persze itt van kint a teraszon, illetve a teraszon én vagyok, ők itt a kis medencénél vannak, és onnan fognak nekem drukkolni. Azt hiszik, hogy megúszszák egyébként, mert ők még azt nem tudják, hogy amit nem tudok megenni, azzal egy, megdobálom őket, kettő, ha idehányok, akkor valakinek azt is fel kell takarítani. Szóval itt van maga a konzerv. Ah, szívesen beszélgetnék még hozzátok nagyon sokáig. Kevés a tárhely. Azt mondja, hogy kevés a tárhely. Hát el kéne kezdenem. Akkor úgy neki készülök, hogy nem tudom, nagyon félek tőle egyébként, azt nagyon jól tudjátok, hogy nagyon sok szart megettem már itt, tehát nagyon sok mindent bevállaltam, és nem ez a legrosszabb ötletem egyébként, amit még úgy tervezek, hogy meg kéne enni. Ja igen, nagyon fontos, hogy esetleg, hogyha most a hang nem lesz olyan jó, akkor az pusztán csak azért van, mert ugye itt vagyok kint a teraszon, mert ezt a halat, ezt zárt térbe, ezt nem lehet kinyitni. Lehet, tehát utána nem lehet bennmaradni. Hú. Hát nem tudom, én mindig azt mondom, hogy ez egy hülye ötlet. De hát... Árpi, te drukkolsz? Persze. Ó, hát az első csapás az... Az... Magyarok itt mentek el a házunk előtt, és mit mondtak biciklin? Egyetlen egy dombon megyünk föl, bazd meg. Na ezt múltkorán ezt mondtam az egyik vezetős vlogunkban, hogy miért nem keresjük a magyarok ismeretségét. Na mindig ez csak egy ilyen kitérő volt. Gyerekek, nem tudom, hogy így látszik-e. Megpróbálom akkor kinyitni. Hát ezt a konzervitós akarja, hogy én kinyissam. Erősen. Nem megy. Csuklóban. El van kopva. Gyerek, ez nem fog kinyitni. Szerencsére nem erre hozta a szél a szagot. Fú. Nem tudom megmondani, milyen szaga van. Egyelőre... Érzitek ti is? Gyerekek, ez van... Borzolom. Pici lányom azt mondta, figyeltem. Jó, van, nem olyan vészes. Én azt hittem, hogy sokkal büdösebb, de még ugye nem láttam a halat. Nem olyan vészes, édes utolsó mondat. Azt a betyár. Gyerekek, eddig bírom. Nem tudom, hogy hol vegyek levegőt.
Megy hozzátok is a szag? Gyerekek, végül is, én most vagy megszoktam ezt a szagot, vagy nem tudom, de... Na persze, mondjuk még nem láttam meg, ezt meg is kell kóstolni, tehát nem az a feladatom, hogy megszagoljam. Én csak azt nem tudom, hogy hova fogjuk rakni majd a maradékot. Hát, ja, a kukába biztos nem, mert akkor arra jönnek a legyek meg a bogarak. Hát nem tudom, látjátok itt ezt egész gusztusos zalé, na szerintem egy ennyi elég. Nézzük, hogy mit rejt maga a doboz. Ez ilyen... Térsz nekem egyet? Most már itt lehetsz, mert már nem olyan büdös, nem? Dehogy nem büdös. Köszi. Húba. Nem az a vészes, mint amire gondoltam, megmondom őszintén, azt hittem, hogy sokkal, de sokkal büdösebb lesz, de... Ez szénsavas, vagy csak úgy buborékó? Nem, hát ez buborékó, mert... Valamelyik halacska még szerintem alulról szagolja, vagy még veszi a levegőt. Na, majd jönnek a legyek egyébként, nem igen szokott itt légy lenni, de... Nem tudom, hogy... Figyelj, Árpi, majd a iPad-en nézve meg, hogy mennyire hogy látszik-e egyáltalán, mert én most így nem tudom. Úristen. Szóval ez maga a hal. Átrak újra a tányéra, és megnézzük így. Tehát így néz ki, és akkor most jön a kóstoló. Ó, hát ez sincs kipucolva. Gyerekek, ennek még mozog a farka. Pezseg az egész. Tele van szákával. Ez megint egy jó nagy hihetlet volt részemről, de megmondom őszintén, hogy annyiból kellemesen csalódtam ebbe a halba, hogy sokan már a szagától rosszul voltak, és én meg még bírom. Tehát tulajdonképpen így néz ki. Ó! Oh. Hát az, hogy nem szabad szagolgatni előtte. Nekem hülye szokásom. Á, mindig már megszagoltam. Ez így nagy. Először csak ezt a kis picit inkább. Így pont mutatom. Na, szóval... Hát ez az utolsó kóstoló. Ah, bocsi! Gyerekek, olyan, mint amikor a friss mandarinba beleharaptok, úgy roppan szét. Szépen leköptem itt mindent, de egy falatot pedig akkor is meghagyjék. És még itt bugyog. Hiába szagolom, vagy nem szagolom, már mindegy, már benne van a számba. Valami rettenetesen sósat képzeljetek el. Olyan szag van, mint a csatornában, és az íze is olyasmi, de valami borzalmas. Ezt a picit robot azért megeszem majd, ha már kóstoló a műsornak a címe. Ez így. Mutatom nektek, hogy ti is tudjátok azt, miről van szó, meg amíg lábad itt elmennek a házunk előtt. Na, kóstold meg!
Hát szerintem az a legjobb, hogy én ezt gyorsan bekapom így agyban. Ebből ennyi nekem elég volt. Szóval, nem tudom, látjátok-e. Így néz ki, hát olyan jó. Rendesen háborúba belem. És ez Svédországban egyébként tulajdonképpen ilyen csemegének számít. Én nem tudom, hogy mit kell majd ennem ahhoz, hogy ez a szájíz majd eltűnjön a számból. Hát a szaga az a halacska, igen. Ramika, kérsz halacskát? Kisányomat kérdezem, de szerencsére nem. Szóval, fiúk, lányok, ez volt a mai kóstoló. Megköszönöm a figyelmeteket. Kóstoljátok meg ti is. Esetleg egy házbuli alkalmával, főleg, hogyha valami haragoshoz mentek, aki szeretnétek, hogyha utána ki is lakoltatnának esetleg. Hát teljesen büdös, és amilyen büdös, olyan szar is. Tehát ne tévesszem meg benneteket az, hogyha megnéztek esetleg a gyártó cégnek a videóját, a linket egyébként be fogom tenni majd ez alá a videó alá. Pata tulaj ugye így falja meg, hogy ilyen finom, olyan finom. Szar. Én még ilyet nem ettem, nem is fogok többet, bár most ilyen kínai vagy japán kajákra fogok majd ráállni. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmeteket, hogy megnéztétek ezt a mai szenvedésemet. Remélem, hogy azért sokatoknak tetszett és jót mosolyogtatok rajta. Úgyhogy sziasztok, én Berman voltam. Ciao, ciao. Valaki megrakja. Köszönjük, hogy megnéztétek a mai videónkat, amennyiben tetszik az, amit itt hétről hétre csinálunk nektek, akkor iratkozzatok fel! Ha a legutóbbi videónkra vagytok kíváncsiak, akkor azt ebben a sorokban találjátok. De hogyha az aktuális sorozat további részei érdekeltéteket, akkor pedig ide kattintsatok. Mára ennyi volt? Legyetek rosszak! Sziasztok! Sziasztok.